nyáron sok mindenre ügyelnünk kell, hogy egészségünket megvédjük. A fesztivál szezonban és a nyaralások alatt is érdemes odafigyelni például a vízháztartásunkra, és arra, hogy az utazás alatt ne legyünk rosszul. Megfázás, torokfájás, sérülés, néhány kellemetlen tünet, ami akár a nyaralásunkat is tönkreteheti. Összegyűjtöttük, mit érdemes magunknál tartani nyáron a táskákban a gyors segítségnyújtás érdekében. Nyári utazáshoz célszerű több mindent azért vinni magunkkal. Egyik ilyen a láz fájdalom csillapító gyógyszer, illetve sebek, tehát kisebb sérülések kezelésére valamilyen kötszer, sebb tapasz. Ezek között vannak már olyanok, amik vízállóak is, tehát hogyha tengerpartra vagy fürdőhelyre megyünk, akkor lehet olyan kötszereket is már kapni, amik teljesen vízállóak. Illetve célszerű még esetleg hasmenés, elniszereket, naptej, napégésre. Indulás előtt sok minden kerül a táskába, az úti patika sem maradhat otthon. Fájdalomcsillapító és görcsoldó van nálam. Erre, amit szedek, azt már otthon beveszem. De nem mindenki ilyen felkészült, akad, aki a patikát messziről elkerüli. Még a kirándulások alkalmával sem tart magánál gyógyszereket. És szedtek egy gyógyszert? Nem, nem szedünk gyógyszert. Miért nem? Hát mert nincs semmiféle betegségem, és nem szükséges. Szerintem anélkül is meg lehet gyógyulni. Van-e valamiféle gyógyszer a táskába, így az útra? Nincsen. Pedig ha elindulunk otthonról, jól jöhet az úti patika a gyors kezelés érdekében. A fájdalomcsillapító mellett jó, ha van nálunk kullancs és szúnyogriasztó a nyári estékre, emellett egyes esetekben a C-vitamin, a kálcium pezsgőtabletta is segíthet, de a jól bevált sebtapasz sem maradhat otthon. Ha utazunk busszal, autóval vagy akár hajóval, sok dologra kell figyelnünk, hogy ne legyünk rosszul. A kánikulában sokan útnak indulnak, de Izbéki Ferenc, a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház gasztroenterológiai osztályának vezető főorvosa szerint az emberek általában tudják magukról, ha rosszul vannak valamilyen járművön. Készüljenek föl, vigyék magukkal azokat a gyógyszereket, amiket használni szoktak, de mások is, akik hosszabb útra mennek, érdemes vinni magukkal dédalont, ami ilyen esetben bevehető, és akkor az segít. Dancs Norbert, négy gyermek apukája, kisfiával Benjaminnal érkezett a fülorgégészetre. Az első szülött fiam Bálintő néha hány ingerrel küzdött korábban, de szerencsére jó már ezt kinőtte, viszont nagyon jó a kérdés, fel szoktunk erre készülni. Az utazás előtt is folyadékot itatunk a gyermekekkel, főleg ezek a nagy meleg napokon, és folyamatosan ott is a gépjárműbe akár megállunk rövid pihenőkre, és akkor mindig igyekszünk a feleségemmel néhány kortyot itatni a gyermekekkel. Megértették most már, hogy erre szükség van. Külföldi utazások kapcsán az eltérő baktérium és mikrobális környezet következtében gyakran hasmenés szokott fellépni, főleg afrikai és távol-keleti utazások során, emelte ki a főorvos. Nagyon fontos a higiéni és szabályok betartása ilyenkor, tehát hogy ne ígyunk ottani vizet, ne ígyunk csapvizet, ne együnk jégkockát, ne vegyünk utcai árusoktól semmiféle ételt, mert ez magában rejti a fertőződésnek a veszélyét. Csak ásványvizet használjunk, és csapvizet még fogmosáshoz se használjunk. Megfelelő odafigyeléssel elkerülhetők a kellemetlenségek, és figyelnünk kell nyáron az egyre népszerűbb energiaitalokra is. A túlzott fogyasztás ugyanis veszélyekkel járhat. A kardiológusok szerint a legnagyobb kockázatot a nagy cukor és koffein tartalom jelenti. A rendszeres fogyasztóknál ugyanis szívritmuszavar kialakulását okozhatja. Ritkán. Ritkán? Milyen ritkán, vagy milyen gyakran? Hát 2-3 naponta, ha esetleg nem itt kávéra, hogyha használtalak a dohányboltba. És egészségügyileg tudod, hogy van valami kockázata? Hát van. Azzal tisztában vagyok. Lerakódás, kátrány, stb. Ugyanúgy, mint a dohányzásnál. Én nem szoktam. Egyáltalán? Egyáltalán nem. Nem érzem szükségét egyáltalán. És te? Nem, én is kávézóba dolgozom, úgyhogy inkább a kávé iránt vagyok elhivatott, mint az energiaital iránt. Az íze miatt nem, vagy vagy az egészségügyi hatása miatt? Az egészségügyi inkább. Aha. Hát ugye sokat hallani arról, hogy egészségügy, tehát tényleg nem tesz annyira jót magának a szívnek se. Mit okoz a szervezetünkben az energiaital? Ugye először is tisztázni kell, hogy mik is ezek a manapság Magyarországon megint hát elátkozott italok. Ugye az energiaital mit tartalmaz? Cukrot, nagyon nagy mennyiségű cukrot, koffeint, némi vitaminokat, B-vitaminokat és tartósítószereket.
Tehát tulajdonképpen egy átlagos üdítőitalnak minősíthetnénk. Azt tudni kell, hogy Magyarországon az élelmezési szabályzatban nincsen pontosan definiálva az energiaital. Tehát ezért tulajdonképpen sok minden tartalom megjelenhetne, de általában az elmondottakat tartalmazzák. Ugye tulajdonképpen, ha úgy nézzük, a kólafélék vagy egyéb üdítőitalok pont ugyanezt tartalmazzák. Nagy mennyiségben cukrot és koffeint. Ugye mi a probléma az energiaitalokkal? Hát egyrészt az, hogy ugye a koffein tartalom, ami elsőként szóba kerülhet, mennyi koffein tartalmaznak az energiaitalok? A kóláktól többet, azonban tulajdonképpen egy kis 2,5 decis energiaital elfogyasztása, az természetesen nem méregnek tekintendő mennyiségbe tartalmazza a koffeint. Ez körülbelül 70 mg a Magyarországon forgalomban levő és számtalan energiaitalt láthatunk a polcokon. Ugye árba is pár száz forinttól akár 2000 forinthoz közeli értékig találhatunk energiaitalokat. Minden bolthálózat ugye megpróbál már saját terméket is. Tulajdonképpen nagyon egységes ilyen szempontból a tartalmuk, hogyha megnézzük a dobozokat, hogyha ennek megfelel, amit ígérnek, és az van benne, de erről gondoskodik a NÉBI, tehát azért ezeket ellenőrzik, ezeket az italokat, és valóban, ami a polcokon van, azok annyit tartalmaznak. Tehát még egyszer, egy 2,5 decis energiaital, az 70 mg koffein tartalmaz. Ez mit jelent? Ugye ez önmagában nem sokat mond. Azt tudni kell, hogy egy espresszó, egy jófajta espresszó kávé, az 100-150 mg koffeint tartalmaz. Tehát tulajdonképpen akarjuk egy kávénak, egy csésze kávénak a felét, de nyilván, hogyha többet fogyaszt valaki az energiaitalból, akkor nagyon gyorsan összejön a nagyobb mennyiség. No, mit kell még tudnunk a koffeinről? Azt, hogy felnőtt embernek, és hangsúlyozom felnőtt embernek, 400 mg napi koffeinnél határozták meg azt az értéket, különböző vizsgálatokkal igazolva, ami az egészségre nem ártalmas. És egyszerre lehetőség szerint 200 mg koffein ne fogyasszunk, mert annak lehet már mindenféle mellékhatása. Mi lehet a mellékhatás? Szívritmuszavar alakulhat ki, gyors szívverés, vérnyomás hirtelen emelkedése, hányinger, hasmenés, szédülés, tehát számtalan rosszul lét, tulajdonképpen rosszul létre jellemző tünet jelentkezhet. Tehát nem ezért fogyasztunk egy üdítőitalt, hogy rosszul legyünk. Tehát tulajdonképpen az energiaitaloknál azt kell mindenkinek megjegyezni, hogy gyerekeknek ne adjunk energiaitalt, és lehetőség szerint ne tiltsuk természetesen a tiltott dolgokat, mindig az lesz az eredménye, hogy valamilyen utómódon mégiscsak hozzá fognak jutni, de beszéljük le őket róla. Lehetőség szerint ne kívánják az energiaitalt. Tudom, ez nem könnyű persze. Különösen nyári időben, amikor fesztivál időszak van, ugye a bulik egymás hegyén hátán jelennek, és a fiataloknál valóban egyre népszerűbb. A világon mindenhol, de Magyarországon is. És megint csak ebben nagyon előjárunk, hogy a magyar fiatalok igen nagy mennyiségbe fogyasztják. És ez a baj, a nagy mennyiség. Tehát, hogy valaki egy kis energiaitalt elfogyaszt, hetente egyszer, vagy havonta, vagy valamilyen, azzal az égvilágon semmi baj nem lesz. A mértéktelen fogyasztás, azzal van a baj. Tehát nem szabad engedni, és felnőtteknek sem javasolt a több energiaital fogyasztása egy napon belül. Mert nincs rá szükség. Ha fitek akarnak lenni,
ha jó állapotban akarnak lenni, akkor mozogjanak, megfelelően táplálkozzanak, aludjanak megfelelő óraszámba, és elérhetik a szellemi frissességet. És én azt gondolom, hogy a Bruce Willis sem attól az italtól lett olyan, amilyen ugye a plakáton látható. Tehát ez egy félrevezetés nyilván. Tehát az, hogy egy sportolásra is, ugye ilyet is hallunk, hogy sportolás előtt bedobnak egy-két energiaitalt. Nincs benne olyan anyag, amitől jobban teljesítene. A szíve gyorsabban megy, és ez ugye a sportolásnál egyébként is terhelődik a szívünk. Tehát semmi értelme nincsen. És a koffein mellett, amiről nem szabad elfelejtkezni, az a cukormennyiség, tehát egy energiaitalba 20 evőkanál, vagy kávéskanálnyi cukor van. Természetesen tudjuk, persze ugyanilyen problémánk van a kólával, meg az egyéb édesített üdítőitalokkal. Tehát ezért se jó az energiaital, mert felesleges energiát tartalmaz. Tehát tulajdonképpen az égvilágon semmire se jó. Mellette még aztán tartósítószer is lehet. Tehát akár ilyen problémánk is lehet. Tehát az energiaital mértékkel nem méreg, de semmi sem indokolja, hogy mértéktelenül fogyasszák a felnőttek, gyerekeknek pedig egyáltalán nem való. De azért zárójelben megjegyzem, azt se szabad elfelejteni. A kakaóban is van koffein, a csokoládéban is van koffein. Természetesen kisebb mennyiségben, de hogyha vigyázunk a gyerekeinkre, akkor vigyázzunk minden szempontból. A cukorfogyasztásuk miatt, hogy ne hízzanak el, és hogy ne terhelődjön az érrendszerünk, ami hát ugye a mértéktelen koffeinfogyasztás következtében kialakulhat. Ugye mondta, hogy mondjuk az egy, az még úgy elmegy egy nap. Mi van akkor, hogyha alkohollal együtt fogyasztjuk az energiaitalt? Ez még egy nagyon fontos, hogy a koffeinnek önmagában is olyan hatása van a szervezetünkre, hogy vizet távolít el a szervezetünkből. És az alkoholról is tudni kell, az alkohol is vizet távolít el a szervezetünkből. Na most együtt a kettő, az energiaital és az alkohol együttes fogyasztása, az tulajdonképpen magába rejti, hogy rosszul lesz valaki tőle, és előbb rosszul lesz, mint a csak koffeintartalmú italtól, vagy csak az alkoholtól. Tehát abszolút nem javasolt az energiaital és az alkohol együtt fogyasztása, mert sokkal jobban megviseli a szervezetünket, tehát az egész anyagcserénket, a vesénket megviseli, kiszáradunk. Tehát tulajdonképpen nyári időben különösen folyadékot kell fogyasztani, ásványvizet, teát kell fogyasztani, és akkor sokkal jobban működik a szervezetünk, több energia erősebbnek érezzük magunkat, és az energiaital és az alkohol együttfogyasztás meg pont ellen dolgozik ennek. A szívünk sem működik jól, hasmenésünk is lehet, meg ráadásul még kiszáradunk. Tehát én azt gondolom, hogy ha valamikor, akkor pont nyáron nagyon-nagyon nem javalt az energiaital és az alkohol önmagukba se, különösen nem együtt fogyasztva. A nagy melegben tehát az egészségünkre minden nap mindenképp fordítsunk kiemelt figyelmet.